2014-es Budapest Music Expo-nak az utolsó óráiban járunk. Hogy látod az idei kiállítást? Köszönöm a kérdést. Valóban még talán 2 óra van a zárásig. Én úgy gondolom, hogy az idei is nagyon jó sikerült kiállítás. Számadatok még nincsenek, de az látszik azért, hogy a tavalyihoz képest kevesebben voltak. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy aki szakmabeli komoly érdeklődő, az biztos, hogy itt volt ugyanígy, illetve a kiállítás színvonala szerintem javult. Tehát azok a standok, amit itt körülnézek és látok, azok abszolút nemzetközi kiállításnak beillenek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó sikerült, illetve a Hanosz tagság meg a kiállítók megint kitettek magukért. Névváltoztatás is nemzetközi lett, nagyobb is lett a terület, ez utal valamilyen külföldi nyitásra, igaz? Igen, a nem titkolt szándékunk a névváltozással, hogy egy külföldi vagy nemzetközi kiállítási világba vagy esemény naptárba behelyezzük, ami mondjuk inkább regionálist mondanék, tehát a környező országoknak a kiállítása, amit mondjuk az támaszt alá, vagy ez a törekvésünk ez onnan indult, hogy tényleg nagyon sikeres a kiállítás. Évről évre az a látogató szám, amit tapasztalunk, az bizton állíthatom, hogy nemzetközi szinten is megállja helyét. Egy-kettő pedig a környező országoknak a kiállításai, pedig érdekes módon elhaltak, illetve nem kerültek megrendezésre például idei évben. Music Praha-ra gondolok például, de több más ilyen kiállítás is volt, igen. Elérkeztünk a 2014-es Budapest Music Expo utolsó óráihoz, pillanatihoz. Mik az idei tapasztalatok? Hát először is nagyon elfáradtam, elképesztően. Azt gondolom, hogy teljesen másképp oszlott el a látogatottság, és először meg is ijedtem, mert pénteki nap olyan kis csendesen indult, de közben, és szombaton sem volt akkora tömeg, mint tavaly, viszont vasárnap nagyon erős volt. Nem tudom még az adatokat, de én azt gondolom, hogy hát ez a bőven elég kategória a látogatottság szempontjából. A kiállítás talán soha nem volt ilyen szép, tehát nagyon jól sikerült az alapra, ez nagyon szépek a standok. Igazából én is úgy látom, hogy ez most már nagyon-nagyon komolyan egy világszínvonalú látványban. Szóval tényleg szuper külföldi látogatók, akik már most abszolút Frankfurthoz és a NAM-hoz kezdik el mérni, ami nyilván aki volt Frankfurtban, vagy volt a NAM-on tudja, hogy azért az picit túlzás, hiszen hát azok hatalmas, gyönyörű kiállítások, de mégis nagyon jó leső érzés, hogy egy angol, sokat látott szakember a világ legnagyobb kiállításaihoz hasonlítja a Budapest Music Expo-t, úgyhogy semmiképp nem mondanám, hogy nincs igaza, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Hát ugye behúztuk megint a 360 programot, ami elképesztő, tehát tényleg elképesztő. Marha sok zenész, nagyon sok fiatal. Végbe ment itt egy arcolatváltás a magazin oldalán is, és az Expo oldalán is. Mesélj erről egy kicsit. Igen, 2014-ben találkoztunk Dr. Gajas Igorral, ő az Iroda Media Art Management tehát vezeti, és ő egy kommunikációs tanácsadó. Nagyon örülünk, hogy találkoztunk vele. 8 évnyi magazinozás és hangfoglalás után egy picit szerettük volna, hogyha tudunk nyitni egyrészt regionális központ irányába, tehát hogy maga a hangfoglalás regionális központ legyen, és tulajdonképpen szerettünk volna még több embert megszólítani szakmai írásokkal, meg egyáltalán a zenész életmóddal kapcsolatban. És ő nagyon-nagyon sok segítséget és elképesztő professzionális észrevételt tett ez irányba. A Budapest Music Expo tulajdonképpen egy nagyon-nagyon egyszerű név, hogyha azt mondom, hogy bárhol a világban egy 4 éves kortól idősebb embernek azt mondjuk, hogy Budapest Music Expo, akkor vélhetően össze fogja tudni rakni magába fejbe, hogy,
hogy mit jelent ez, akkor ezt igazából talán nem is kell tovább magyarázni. Megvoltam úgy az eredménye, már is 9 külföldi kiállítónk van. Most nyilván az igazsághoz hozzátartozik, hogy 5 eddig is masszívan volt, de ezt a nevet nem kell magyarázni. Míg a hangfoglalás az számunkra, magyar emberek számára egy rendkívül kedves név, egy játékos szókapcsolat, amit mi tökéletesen értünk, és bele is tudunk szeretni. De közben muszáj nyitnunk, mert nem szabad elmenni amellett a tény mellett, hogy a gyártók, a készítők, azok nem magyar cégek, és itt meg kell mutatnunk ezeket az embereket. Egyrészt meg kell mutatnunk a magyar zenészeknek a külföldi gyártókat, hangszerkészítőket, másrészt pedig a külföldi hangszerkészítőknek, gyártóknak meg kell mutatnunk, hogy létezik egy hely, ahova Közép-Kelet-Európába elhozhatják a termékeiket, és ez úgy sokkal könnyebb, hogyha értik, és egyből tudják, hogy miről van szó. A Music Media magazinnál pedig hát értelemszerűen, ahogy a hangfoglalás név kifutódott, az újságunknak is hangfoglalás volt a neve, ott keresni kellett egy olyan szintén nagyon egyszerű és bárhol érthető nevet, ami mutatja azt, hogy miről szól az újság. A Music Media mutatja, hogy miről szól. Azt gondolom, hogy 116 oldal, nagyon kemény tartalom, nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a zenészektől, hogy tetszik az irány. Nyilván mindig van hova fejlődni, akár a kiállítás tekintetében, akár az újság tekintetében. Mi nyitottak vagyunk erre a fejlődésre, sosem voltunk elzárkózóak. Amit lehet, azt igyekszünk ezután is jobbá tenni. Vonatkozzon az akár a kiállítás szervezésével, vagy lebonyolításával kapcsolatos dolgokra, vagy akár az újságbeli dolgokra. Azt gondolom egyébként, hogy júniusban elindítottuk a musicmedia.hu-t, és mindenféle reklám nélkül elindult, és olyan elképesztő nézettségi adatokat produkálta, nem egyszerűen mi magunk se hittük el, mikor jöttek a számok, és hát mai napig is csak boldogan mosolygok, amikor ránézek erre. Nem gondoltam volna, ugyanakkor pedig hát ki mondaná azt, hogy nem erre vágyik. Úgyhogy én iszonyatosan boldog vagyok emiatt, és hát szuper, tök jó, visszük tovább, megpróbáljuk bemutatni főleg a fiataloknak a zenész életmódot, ezt a hivatást, és hát mindenhol hirdetni, hogy zenélni kell, mert a zene boldogságot hoz.